Sziasztok, Csészilek vagyok, ez pedig itt a Stationers. Mielőtt bármiben is belekezdenénk, nem tudjuk elfeliratkozni, nem maradjatok le a folytatásról, illetve jó kis sorozatról sem. Ebben a részben pedig automatizálással fogunk foglalkozni, méghozzá a gyártósorunknak, hát félig meddig automatizálni fogjuk erős túlzással, de végtére is egész jól meg lehet csinálni, egész jól be lehet üzemelni úgy ezeket a gépeket, hogy úgy termeljenek, hogy megszabható legyen legalább az, hogy mennyit termelnek, azután, hogy beállított, hogy mit. Ugye amik újdonságok benne, ugye ezek a stackerek, ugye sokáig szenvedtünk itt vele, hogy lehet szétdarabolni ingotokat, amik ilyen nagyobb tételben vannak, ingotok, ugye azokat hogyan tudom szétszedni. És ha itt beállítod a stackert 100-ra, beledobsz egy 500-as kupacot, akkor szépen szétszedideket látod 100-as kötegekre, és így lehet ezeket darabolgatni, és szépen megoldani, hogy darabba legyenek. Ugye ezek a stackerek vannak itt. Ezeknek itt a beállítása, hogy mennyit stackeljenek össze, ez a mikrochip és a program által megszabja a gépnek, hogy annyit is gyártson le belőle. Itt van például 30 darab van beállítva, csak egyig lehet levinni, ez ne lepjen meg senkit. Beállítom 3-ra, csinálunk egy teljes bekapcsolást. Hopp, ezt nem tudom, miért nem kapcsolódik be, elvileg annak is. Ja, még nincsenek beállítva a képek. Jó, még nincsenek beállítva, majd mindjárt beállítjuk. Illetve akkor a programok sincsenek beállítva. Jó, akkor ezt később megmutatom, amikor eljutunk odáig. Na, hogy is állítsuk be itt ezeket az okat? Hát először is címkézni kell, nagyon-nagyon sok mindent címkézni kell. Ide kell nekünk egy olyan, hogy elektronikai. Ezt mindjárt is mentem. Írni. Megerősítés. A gép az maga elektronikai, a stackernek megvan adva már az elektronikai. Integrált áramkör. Azt mondja, hogy leszedjük azt, hogy integrált. Leszedjük azt, hogy keret áramkör elektronikai. Így megvan adva mind a 3, igen, és akkor ugyanígy tovább megy az Esterga. Azt mondja, hogy bedobó Esterga. És elmentjük. Megerősít, a gép maga ugye Estergaként van, a stackere Esterga, és akkor oda kell még egy olyan, hogy 3 kör Esterga. Megerősít. Jó, és akkor így tovább. Csőhajlító. Azt mondja, hogy csőhajlító. Megerősít, a gép megvan, a stackere megvan, oda kell még egy, na most nem mentettem el, integrált áramkör, csőhajlító. Így van. Azt mondja, eszközgyártó. Ez viszont biztos, hogy nincs. Azt mondja, hogy nem oda, hanem a végére. Eszközgyártó. Igen, az rövid ő betűre dobja el a kinyitott ablakokat, azzal lehet becsukni. Eszközgyártó, stacker, eszközgyártó. Tehát áramkör keretnek, vagy csönk egy rövidebb nevet, mert azt rájöttem, hogy hosszút nem jó neki adni. Így van. És itt van a biztonsági nyomtató, ami még föl sincs építve. Ezt például még nem csináltuk egyáltalán.
ezt a géppen nem foglalkoztunk, még a hangom is elmegy. Ezzel abszolút nem foglalkoztunk még ez a géppel, úgyhogy ezt mindjárt föl is építem, megtalálom, hova raktam a cuccaimat, itt vannak. Kell nekem egy egesztő. Egesztő és anyaglemez. Acéllemez, bocsánat, ez egy kicsit komolyabb gép, ezek már acéllemezt kérnek. Így, most kell egy kis kábel. Igen, a vasszenti csavarhúzó. Ja nem, most kell a hegesztő műanyag. Hegesztő műanyag. Igen, de most a csavarhúzó, egy lépéssel előrébb jártam. Jó. Ennek nem találtam olyan modulját, amelyik fejleszteni ilyen M2-es szintre. Ha valaki esetleg tudja, akkor majd írja meg. No, legalább akkor megmutatom, hogy épül is föl ez, ez az egész cuccos itt, ami meg van csinálva. Stackert nem csináltam még egyet. Ó, én balga. Jó, itt a hátulja, ez be van már építő kockázva, hogy ne legyen vele majd utána probléma, légkörileg ne kelljen vele foglalkozni. Azt mondja, ezt így kifordítjuk, meg ezt is kifordítjuk. Így, mi oda megy egy stacker, ide pedig megy egy kanyar, csak fölfele, és oda fölé pedig egy bedobót kell rakni, egy ilyet. Jó, kábelje be is van kötve elvileg. Igen. Itt nincs kábel még. Ide kell egy stacker, azt egy stackerem elveszett. Ó! Na hát egy stackerem elveszett. Ő nem is ebbe kell gyártani. Nem ebbe. Stacker! Ez az. Vas és rész kell belőle, tehát igazából ezt az elején meg lehet csinálni. Nem kell hozzá semmi különleges cucc. Jó, és akkor a stacker pedig így néz ki, hogy egy ilyen egyszerű gépezet, az egérrel lehet pörgőjével forgatni, és a menetirányt megváltoztatni, de a kapcsoló berendezése erről van, tehát nekem mindenféleképp így a legesztétikusabb és a legjobb. Próbálkoztam. Föl lehet rakni a gép tetejére is egyébként, és így oldalra fordítva rakni, de az elektromos kábel az elején van, és az nagyon hülyén nézett ki, hogy itt az elején itt kábelek jönnek lebek föl, úgyhogy én maradtam ennél, hogy a földre rakom. A földön el tudom rejteni a kábeleket, illetve a... ezt nem kell. Kábeleket, és én maradtam inkább ennél a megoldásnál. Na, fordíts már úgy. Oké. Jó, ez működik. Hátulja az be van, akkor kockázva ezt be lehet hegeszteni teljesen a hátulját, hogy onnan kinyomjuk a levegőt, és akkor ezáltal nincs szükség rá. Azt még megmutatom ott belül, úgyis be kell nem hegeszteni, akkor bemegyek, megmutatom. Elvileg, hogyha ezt a programot 100%-osan akarjátok futtatni, az működik, de csak akkor, ha angol nyelven játszatok. Ha így, mint magyar nyelven játszok én, így nem működik. Úgyhogy ez most csak ide van rakva azért, hogy a program működjön. Ez egy stacker. De nekem nem stacker kell ide. Nem jót raktam ide. Ó, de jó, hogy bejöttem megnézni. Nem jót raktam ide. Ezért tűnt el a stackerem. Hát volt nekem egy stackerem pluszba. Direkt a biztonsági nyomtatóhoz. Nem ez kell ide nekem, hanem egy... olyan meg nincs legyártva akkor ezek szerint. Music Machine szortírozó. Itt vannak, ez az. No, szortírozó, ez úgy működik, hogy egy bemenete van, és kettő kimenete. De hogy a kimenetét hogy határozod meg, hogy mi megy, meg ki, meg hol, azt a
Hát itt nagyon bedugták a földbe ezt az áramkábel részét, igazából el van cseszve, mert ennek fölül kéne lenni a jelnek, itt meg alulra rakták. Ez igazából az adat és elektromos kábel bemenete, tehát egy bemenete úgy van, mint a stekkernek, csak ugye nincs rajta a jel, hogy mind a kettő, és program által lehet irányítani, hogy működjön a válogatás, és ha ebbe a vending machine-ba raksz fémet, és a kijáratát bekötöd ide a bejárathoz, és ezt a szortírozót ugye ide rakod le így, és az egyik fele ugye bemegy a gépbe, a másik nem jól raktam, így, hogy a két kijárat legyen erő, úgyhogy az egyiket így kellene berakni. Akkor a szortírozóból, a vending machine-ból, hogy kijön, a szortírozónál megvan adva, hogy melyik ilyen szortírozóba kell, hogy bemenjen az anyag, és ezért ott beküldi a cuccot. És szépen a vending machine feltölti a gépet ángotokkal, hogy tudjon a gép dolgozni azt, amit te beállítottál neki. Tehát a program elvileg így működne. Most egyelőre, mivel hogy én magyar nyelven játszok, és nem akartam átállítani a nyelvet, ezért én kreáltam egy megoldást rá, hogy működjön ez a dolog természetesen úgy, hogy nem tölti föl fémmel, tehát neked kell fémmel feltölteni. Viszont az a része működik, hogy annyit gyárt, amennyit te szeretnél. Tehát nincs az, hogy elmész a bázisról bányászni, és akkor közben az egész bázis teletömi acéllappal, vagy kábelköteggel, mint ahogy mi szoktunk járni. Na. Oké. Okay. Jó. Nos, hogy épül föl a gép? Mutatok egy olyat, amelyik hát ugye összeraktam már, és működik is. Elvileg ezeket kikapcsolt állapotában. És kaptunk két konzolt. Fölraktam, hogy az egyikbe ez az áramszabályozó kártya van, a másikban egy hash kijelző. A hash kijelző semmi más nem csinál, csak kijelzi azt, hogy mit gyártasz, tehát mi van beállítva gyártásnak. A power on, power off kapcsolónak az lenne a lényege, hogy amikor nincs rá szükség, akkor ezeket a gépeket egy gombnyomással ki lehessen kapcsolni, ugye magát a gépet, a bedobót és a stackert, ezt a három gépet kezeli így szépen. Jó, időközben megcsártam a többi gépet is, ugye mindegyik szépen működik. Jó, térjünk rá a számítógépes részére a dolognak. Ugye ezzel számítógéppel ugye integrált áramköröket, ilyeneket lehet programozni, és oda azoknak ezekbe a chipekbe ki lehet küldeni a programot. Most ahhoz, hogy ilyen programot úgysem csinál senkit, vagy kevesen csinálnak, akik, mint én is a játékosok, inkább letöltenek, ezeket modokként tudod letölteni. Játékosok által el lett készített programokat el lehet menteni modként, és a modokat pedig más játékosok le tudják tölteni, mint én is. Ami miatt nem működik itt a magyar nyelv rejtelmei miatt, nem működik a programnak az a része, ami feltölteni a gépeket nyersanyaggal, ugyanis ugye a kopper azt ugye itt a játékban nekem részként van szerepelve, az E betűt lehet látni, hogy ki is húzta vastagon, és lehet látni, hogy el is tünteti. És éppen ezért nem működik a dolog, mert nem ismeri föl az ékezetes betűket.
magát a áramköröknek pedig itt tudjátok beállítani, hogy csőhajlító és export. Magát a modokat pedig itt a könyvtár gomba el lehet érni, hogy milyen modok vannak letöltve, és egyszerűen csak rá kell nyomni erre a printer gomb, felülírja, nem írja felül, mert ugye ugyanez volt benne ez a program. A lényeg itt az elején ez a D01234, ez a lényege, ezt kikapcsolt, vagy ilyen külső állapotban is lehet látni, hogy a printer 0, stacker 1, sorter, kicsit a lámpát alig viszem, vagy lekapcsolom. Tehát a printer a 0, stacker az 1-es, sorter a 2-es, vending a 3-as, button a 4-es. Ugye a printer az maga az eszköz, a stacker ugye az a saját stackerje, a sorter, ugye azt, amit oda belülre berejtettem, amit ugye mondtam, hogy az így nem működik a magyar nyelv miatt. A vending az maga az automata, a vending machine, a button pedig ott van fönt, elvileg ennek a gomb nyomásával indulna el a eltöltési folyamat. És itt, ha megnézitek, itt ugyanúgy itt van, hogy D0, D1, és szépen be van állítva, hogy elektronikai nyomtató, ha csavarhúzót veszek a kezembe, akkor meg tudom mutatni. Tehát elektronikai nyomtató, a stackerje, a szortírozója, automata, gomb, ez pedig üres. És így, ha bekapcsoljátok, akkor ennek zöldnek kell lenni. Ha bármit elállítotok rajta, vagy rosszul csináltok meg, akkor elkezd villogni a zöld gombja, akkor tudjátok, hogy valami nem jó, valami nem stíl. Így működik a program, rá van küldve, és a program elvileg irányítja a stackert, a gépet és mindent. Ha bekapcsolod és beállítod a gépet 3-ra, benyomod neki, hogy gyártson kábelt, akkor elvileg egyet legyártott, kettőt, 3-at. Leáll a gép, és kidobja azt a mennyiséget, amit legyártottál. Ugye így nyugodtan itt lehet hagyni a bázison, be lehet állítani a különböző gépeket, hogy különböző mennyiséget gyártsanak le, acélemezből kell 10 darab, 20 darab, a gépet belövöd, és akkor szépen legyártja. Acélemez, ez miért acélemez mutat? Üha, ezt lehet, hogy elrontottam. Automata eszterga. Nem az esztergát, bocsánat. Ezt elrontottam, ezt a gépet. A csőhajlító kell. Ezt jelent, hidraulikus csőhajlító, bocsánat. Így már mindjárt más. Van egy eszközgyártónk, kosárlabdát lehet készíteni benne, illetve ugye itt lehet a ruhákat, fejlett ruhákat, ugye az új backpack-eket, öveket, sisakokat, mindent, világítókat gyártani, festékeket, itt kényelmesen le lehet gyártani bármelyik festéket, amire szükségetek van, egy kis vas kell hozzá, és nyugodtan lehet színezgetni, nem kell a virágokat növezgetni, festékeket gyártogatni, ez egy hülyeség. Zászlócska, mert nem hülyeség, csak ez egy fölösleges dolog. Van egy ilyen bányász fúró fejlett, illetve egy MK2-es, ez a fúró sokkal fejlettebb, mint ez. Ez egy kis kitekintés, érdekesség, itt hordozható gépek, minden megtalálható. Illetve ugye maga a biztonsági nyomtatóba lehet ugye ezeket a biztonsági kártyákat nyomtatni, illetve hozzáférő és vezérlő cartridge-et lehet belerakni ebbe a konzolba, és utána a biztonsági kártyát pedig, ha ide belerakod a ruhádba, akkor elvileg az úgy működik. Illetve itt legalul a fegyverzetet lehet látni, itt robbanószereket, pisztolyokat és egyebeket lehet jártani. Ennek a gépnek nincs kettes változata, nincs MK2-es változata még a játékban. Jó, csináljunk egy kis burkolást, kis szigetelést, ami egy kicsit elfedné a dolgokat. Ez a védő burkolat igazából rámpaként is használható, tehát lehet ilyen rámpát, illetve ilyen rámpát is
észítén tőle, ez a kisebb rámpának az az egy átka van, hogy csúszunk lefele rajta. Igen, ez egy hosszabb rámpa, ezzel jobban föl lehet menni. És ezeket főjáróként, rámpaként használható, például hogy az alapoknak a szélénél, amikor építed a bázist, ne kell fölugrálni rajta mindig, amikor szaladgálsz kint, de nem akarsz lépcsőt rakni, mert a lépcsők egymás mellett meg hülyén néznek ki, meg korlátok vannak rajta, mert minden, akkor ilyen rámpákkal meg lehet csinálni. És ezek viszont nagyon szép dekoratívan elrejtik számunkra a dolgokat. Van-e valami kanyarelem? Nem ilyen kanyarelemre gondoltam igazából. Lehet, hogy olyan kanyarelem azért nincs benne, mint ami nekem kéne ide. Hú, ez milyen? Jaj, vannak ilyen félköríves gömbalakok, tehát teljesen kerek tetőt például lehet csinálni belőle. Van ilyen domború fal. Jó pofán néz ki. Ilyen kéne nekem. Ez. Valahogy meg kéne forgatni. Siker! Azaz. Oké. Most te rengeteg van benne. Igen, ez lesz az. Aha. Itt viszont nem lehet. Aha, valószínűleg az a cső miatt oda nem lehet berakni. Az a cső miatt. Oké. Jó, itt az ablakot meg nem akarom befedni. Úgyhogy az nem lesz. Jó, ezt eldobjuk. Ez lesz a másik, ami kell. Csinálunk padlóburkolást. Ugye van padlóburkoló, az a rács, ami nagyon szép ilyen járólapot csinál, de én egy kicsit fejlettebb változatot akarok ebből. Hol adott be? Beadta. Jó, ennek elvég a tetényi beadja. Így egy kicsit pofásabban néz ki a dolog. Következő, ez egy kicsit fölmegyek, megmutatom akkor, amit már korábban mutattam, hogy hogyan lehet még automatizálni dolgokat. Közben csináltam egy logikai kiírót az akkumulátoroknak. Itt vannak a földön. Szépen összegyűjtik magukat az akkumulátoroknak a töltöttségét, és szépen ide nekem kiírkálják, hogy melyik mennyit tartalmaz. És lehet látni az elektromos áramfogyását. A
Sima eszközgyártóban lehet gyártani ilyen táblákat, és a címkézővel át lehet írni ezt a szöveget, és lehet ilyen kis kijelző táblákat készíteni. Ugye korábbi részekben már megmutattam a hűtő-fűtő berendezésnek, ugye ezeket logikai olvasókkal, írókkal és csoportos írókkal be lehet lőni a hőmérsékletet, ugye a plusz-minusz tartomány között, ugye itt 293, itt pedig 295, tehát 220 fok eltéréssel van. Ugye a Kelvin és a Celsius fok között 273 az eltérés. Igen, 273, és akkor ez azt jelenti, hogy ha ezt kivonod a 273-ot belőle, akkor ez 20 fok jön ki. Tehát 20 foknál kapcsolatban a fűtés, és 22 foknál kapcsolatban a hűtés. És így próbálja a hőmérsékletet szinten tartani. Sokáig szenvedtem itt vele, és próbálkoztam egy olyan zsilipet építeni, ami nagy ajtókkal van ellátva, ahhoz, hogy egy autót is ki lehessen rajta vezetni. Ugyanezekkel a konzolokkal, amiket már itt bemutattam, meg lehet csinálni, hogy meg is fogom mutatni, hogy hogy sikerült ezt a zsilipet végülis csak megépíteni. Igaz, hogy így egy kicsit manuális és egy kicsit lassabb lett, de megoldható. Így néz ki a teteje ennek. De jó. És közben hegeszthető. Ez a fele végül is. Ez ilyen marad a teteje. Az tök jó. Arra kell majd valami burkolást ráraknom. No, automatikus légtisztító rendszer. Ugye ezt már korábban is használtam. Annyi, hogy különbség, hogy föl lett rakva ide a pumpája neki. Ott szívja befele a levegőt, és próbálja a hőmérsékletet, a gázokat kivonni a légkörből, ugye a hidrogént és az X-et, ugye ez mérgező gázként szerepel, azt lehet igazából kivonni a légkörből. Ugye ez az nitrogén oxid, ez az altató gáz igazából. Ez most azért került nekem be a légkörbe, mert én a kereskedőtől vettem, mint nitrogént, és csak utána láttam meg, hogy ez igazából nitrogén oxid, ez altató gáz, nem sima nitrogént vettem, hanem ezt a másikat, úgyhogy rosszat vettem, és kiengedtem a szobába, úgyhogy most ezt próbálja kiszűrni itt nekem elég szépen. Maga a hidrogén az pedig különböző gépek kezelésével. De jó, rákerültek a ventilátorok. De jó. Ez egy mostani módosítás. És mi kell ide? Programozható csippet kell ide rakni. Ó, programozhatók lettek a légkondik. De jó, ezt még nem is láttam. Ez egy vatta új dolog. Be is lehet csukni, ne csúnyálkodjon ott. Aha. Programozható chip, és van egy D1, D0, D1, és lehet szépen programozni. Például rá lehetne kötni egy gázszűrőt, és a gázérzékelőt, és a gázérzékelővel megmondani neki, hogy amikor elért egy bizonyos szintet a dolog, akkor kapcsoljon ki. De jó. Ezt nem láttam még. Ezt az újítást, ez egy vatta új frissítés. No, szóval sima ventilátor, a pumpa szívja be, és ugye bekötve a szűrőbe kivonja belőle a dinitrogénoxidot, és itt nyomja ki ezen a csövön. Ott is egy sima passzív szűrő van, és itt lehet látni, hogy hát oxigén azért van benne, mert ugye kint oxigén van, és a szellőzőn keresztül ez ugye beszivárogod a csőbe, de magát az X-et és tehát a mérgező anyagot és ezt a dinitrogén oxidot, ezt
vonja ki a légkörből, illetve ezek a légkondik ki vannak kapcsolva, igazából ez nekem a fűtőtestem volt. Ezzel a légkondikkal egy kicsit nagyobb teljesítménnyel lehet fűteni a szobát, mint azok a fűtők. Kicsit gyorsabban, illetve egy kicsit rá lehet segíteni. Most nekem ez itt le van kötve, itt van egy szelep, egy cső, amit itt elvágtam, és egyenesen csak itt visszamegy a légkörbe. Tehát ott beszívja a szoba levegőjét, ott kinyomja, és közben átszűri. Ugye ezzel lehet automatizálni a légtisztítást, és akkor szépen olyan szobahőmérsékletet csinálni, amivel lehet sisak nélkül is sétafikálni. A liftet kifordítottam most már ide kívülre. Kicsit kacifántos az építése, mert a csövek túloldalán van az elektromos csatlakozása ott hátul kint. Jó, ez a centrifugám és a darálóm, ez most szét van kapva, ez majd ide a sarokba fogom fölépíteni, és akkor jöjjön egy zsilipkapus megoldás ide a videóba, ezt most én idéglenesen elszoptam az áram elosztását, mert olyan problémába ütköztem, hogy szerelgetés közben kinyíltak ezek az ajtók, valamiért átvették a vezérlők ezeket az ajtókat, és hajlamosak voltak kinyílni akkor is, amikor én nem akartam, úgyhogy jó, ezt kikapcsolom, ezt is kikapcsolom, most nem kellnek ezek áram alól. Így. Ja. Na, hát így lehet áram tanítani. Igazából erre még akár a mikrocsippet is rá lehetne kötni, és azt is le lehetne kapcsolni. Hogy nincs rá szükség, azt nem akartam külön kapcsolgatni. Ezt nem tudom, be tudom-e kötni ezt a kábelt így. Be. Igen. Ugye túlsó ajtó zárva van. Oké. Okay. Mennyire van légnyomás? Ennyire. A jetpacket bekapcsolva rögtön elrepülünk. No. Szóval. Ajtó becsuk. Igen, hát van is bent légkör. De ott már van egy... Igen, kicsit közel van most a padom, de nem akarom minuszolni, mert leállítja a videót. Ott... Jó, jobban látszik. Jó, hát szépen szívja kifele. Ugye itt van egy ugyanolyan elektromosságot kezelő, gépek elektromos hálózatát kezelő konzol, mint amit kint is használtam. Ez a ventilátoroknak a bekapcsolója, és itt van viszont olyan mód kapcsoló, ugye üzemmód kapcsoló, amivel lehet a módját változtatni, ugye így beszív, így kifúj. Most így hagyom, hogy fújjon kifele. Lehet látni, hogy szépen lement 270 kap. Elég nagy a légtér, tehát még lehet ez a két ventilátor is kevés, lehet, hogy ide is be kéne rakni 4-5 ventilátort legalább ahhoz, hogy ez normálisan kitisztuljon ez a légkör, és ki tudja nyomni a dolgokat. Igazából a széndioxid, dinitrogén, ezek nem érdekelnek, engem a nitrogén érdekel egyedül. Oxigén van rengeteg kint. Jó, szeretem be egy lámpát. Itt van egy nyomásmérő, ez nem szabad ezzel foglalkozni, mert lehet látni, hogy 20 pászkál, tehát addig, amíg ez nem ír nont, ez a hőmérsékletmérő, addig ez azt jelenti, hogy 0 kilopászkál, tehát 100 alatt van, de most már csak centimólok vannak bent, akkor már nagyon, nagyon lassan ürül ki, 3, 2, 1... Igen, egy, és... Ah, oh, 0,9, 0,8. Ez egy módfelett lassú változata a dolognak. Egyébként tényleg
rá kellett jönnöm, hogy tehát ekkora zsiliphez nagyon, nagyon sok ventilátor kellene. Ez megfelelően működjön, és megfelelő gyorsasággal működjön. Szerintem leraktam magamtól a ventilátorokat. De ez a módszerrel igazából egy manuális zsilipet létre lehet hozni. Akár elágazásos zsilipet is meg lehet csinálni, tehát hogy egy központi zsilipből el tudsz jutni különböző termekbe, és akkor nem kell az, hogy zsilipkapunk keresztül, hanem egy zsilipkapunk keresztül jutsz el bár mindenhova. Tehát ilyen csillagpontszerűen szét lehet menni mindenfele. Jó, és akkor ugyanígy itt van a másik oldal, itt szépen ki lehet jönni, és lehet látni, hogy ki lehet bővítve a bázisnak ez a fele. Jó, és akkor ugyanígy vissza, be lehet csukni az ajtót, be lehet kapcsolni a ventilátorokat, és kiszívóra állítva szépen ezt a nagyon hideget ki fogja húzni. Arra figyeljünk, hogy ha itt hideg a légkör, és azt beengedjük a benti szobába, akkor bizony elég csúnyán orrul járhatunk. Ha nagyon nagy meleget engedünk be, vagy nagyon nagy hideget engedünk be a szépen leütött 20 fokos szobánkba, azért az csúnya problémát tud okozni, illetve magátok a légkörnek a káros gázait is be tudjuk engedni, ha nem szivattyúzzuk ki itt rendesen a dolgokat. Fú, hát ide nagyon sok szivattyú kell, viszont ez így még gyenge. Ez még ilyen teszt alatt van, ez a dolog, de igazából három konzollal meg lehet csinálni ugyanazt a megoldást, pontosabban 6 konzollal, mint amit a légzsilip, vagy a fejlett légzsilip csinál. Ó, ezt már nem kapcsoltam ki. De ügyes vagyok. Jó van. Akkor remélem el is cseszte nekem a izét. El is cseszte nekem a szobámat. Aha, el is cseszte. Leesett 24%-ra a izé. 14 fokra. Jó van. Egy kicsit bealkottam magamnak. Jó, nem baj. Semmi probléma. Ezt majd pótoljuk, ezt a nitrogént. Illetve egy kicsit a ütésem most beindul majd. Oké. Na, szóval így manuálisan működik a légzsilip, és ha kikapcsolom, akkor nem is veszítem el a dolgokat. Úgyhogy itt már nagyon sok mindent elbuktam. Oké. Folytatjuk tovább innen. Folytatásban pedig lássuk a lekapcsol a lámpa. A kohó automatizálás. Jó, itt is meglettek az új szék. De jó. Szuper. Ó, még a filterem is egész jó állnak. Oké. Szóval, kohó automatizálás. Ugye eleve egy vákumdobozba van bezárva a kohó, és itt lehet látni, hogy egy ventilátor folyamatosan szívja ki onnan a levegőt, illetve ugye a hátuljából kijövő csövek be vannak kötve egy radiátorba, majd visszavezetve, illetve egy cső jön kifele belőle, ahonnan ugye azokat a gázokat, amiket kiengedünk belőle, azokat el tudjuk, föl tudjuk hasznosítani, és itt lehet látni, hogy a szobában úgy próbálom megcsinálni, hogy mínusz fokok legyenek, itt van egy hűtőberendezés, ami nem engedi plusz fölé a hőmérsékletet, és lehet látni, hogy a csőben igazából most semmi nincsen. Ha egy kicsit megnyitom, el is zárom gyors, akkor már nincs benne. Nagyon gyorsan kiszívják ezek a szivattyúk. Na, itt lehet látni egy kicsit, hogy itt még megy. Az a room, ez a szoba, ott van egy kis nitrogént sikerült kiszívnom belőle. Ugye a többi mérgező gázok, anyagok mennek erre tovább. Igazából a hidrogénre sem van nagyon szükségem. Ugye az elvileg üzemanyag, és azzal lehetne a kohót ellátni
üzemanyaggal, de én nem szoktam, én maradok a kézi megoldásnál, de igazából automatizálva, hogy az lenne a megoldás, hogy az oxigént és a hidrogént összekeverve ő visszaküld bele a kazánba, és igazából az üzemanyagot, az, amit feltüzeled a kohót, azt azzal működtetnéd, a kifele jövő gázokat pedig szépen szétválogatod. Igazából ez a mérgező anyag szűrő, ez ide nem is kell, mert itt mire ezeken a szűrőkön végigmegy, igazából már nagyon nem marad más benne. És itt mindegyik csövet én arra kötöttem rá, hogy ez itt kiszűrje nekem a dolgokat, de igazából erre már nincs szükség. Tehát ez már egy fölösleges lépés igazából itt a végén. Ezt egyszerűen csővel össze lehet kötni. Így. Arra megint is szükség, arra a kanyar részre. Itt van egy kiszívó szelep igazából, amivel például a mérgező tartályodat, a sajátodat ki tudod szívni. És akkor visszarakod. Így. Jó van, tudom, most egy kicsit fázni fogsz. Na, hogy mindjárt helyreáll a helyzet. Nem áll helyre. Mi nem áll helyre? Temperature low. 3 fok, 5 fok, 6 fok, 7 fok, 9, 10, 11. Jó, most már helyre át. Okay. Jó van, azt nem kell, azt nyissad ki vele. Oké, okay, jó. Szóval erre már nincs szükség, igazából a széndioxidot azért kell gyűjteni, mert a növényeknek szükségük van széndioxidra, annak talán lehet egy kis előnye, hogy azt gyűjtjük, a hidrogén-oxigén az igazából a kályához, a kazához kell, a nitrogén-oxigén keveréke pedig a szobában légkör létrehozásához kell. Ezeket kell kivonni, én az oxigénest lekötöttem, mert itt a külső légkörben 100% oxigén van, oxigént annyi gyűjtök, amennyi csak akarok. De nekem igazából 3 gépre van itt szükségem összesen, ami működik. A nitrogént nagyon kell gyűjtenem, a hidrogént azt azért gyűjtöm. No, kazán mechanizmus, ez nem kell, ez kell most nekem, ez a fejlett jetpack. Ki kell rakni most már kézbe ahhoz, hogy lehessen felezni. Hidrogén, oxigén. Így van. Na, mitől volt ott levegőben? Nem vetőleg, nem durrant el semmilyen csövem. Jó, kiszívta, úgy látom. Oké, kéne nekem egy kis szilikont égetni. Ó, szépen, szépen dolgozik is. Ja, nem látok csőrepedést. Úgy lenne, itt dolgoznak a gépek. Az is. Jó, elvileg működik. Ezt kinyitjuk, dobáljuk a következő adagokat. Ó, megjött a lámpa. Hopp, leesett a hőmérséklet. Egy kicsit dumangolunk rajta. Szuper. Ugye a kidobó automatika úgy van megcsinálva, hogy
hogy lehúzod a kart, akkor minden guriga után elvileg minden égetés után ki fogja dobni, és elvileg itt a csőhálózat nekem egyenest kiviszi oda a gyártógép sorhoz a dolgokat. Nézzük, megverik ezt a 150 aranyat. Oké, működik. 30 megapaszkál van benne. Ó, most kinyitva hagytam. Ja. Most kinyitva hagytam. Lehet is látni, hogy az ércet, ahogy kiéget egy 50-es gurigát, abban a pillanatban ki is fogja dobni. Igen. Szépen mindegyiket sorba egymás után kihajkálja. Ó, mehet ez is bele. Így ezzel a módszerrel, ha nyitva hagyod folyamatosan, és dobálod kifele, akkor nem keverednek össze az anyagok benne. Ha öntvényt akarsz keverni, akkor viszont ugye zárva kell tartani, ez ugye elég egyértelmű, hogy akkor benne legyenek a megfelelő ércek, de ha ilyeneket művelsz, hogy csak ki akarsz égetni egy adagot, akkor egy kis utánpótlást, akkor nem is kell, akkor hagyni kell, hogy menjen egy kicsit. Engedünk belőle, most már nagyon fölment. Ez is érdekes, hogy 30 megapaszkálnál már majdnem a pirosba van a mutató, közben 60 megapaszkálig bírja a kazán. Ez is egy érdekes dolog. De ez a programozható izék. Ez haláli. Jaj, maradt még nálam még egy. Üdd már le azt is, ugyan. Jó, egy kicsit engedek kijebb belőle. Jó. Elvileg gyűlt össze nitrogénem megint, egy adag. 160 volt. Az már jó. Ennyi oxigén van bent, 172, akkor igazából az a 160 mol nitrogén az ki is jöhet. Lehet, hogy meg is lesz a pászkál nyomásom akkor megfelelően, amennyire kell. Egyenlőre ezt most lelövöm. Ugye gázkeverővel kellene igazából megcsinálni, ezt már korábbi részekben mutattam. Nekem azért van külön szedve így minden, mivel oxigénre nem nagyon van szükség, mert kívülről beengedek annyit, amennyit nem szégyellek. Igazából nekem csak a nitrogént kell befelengedni, ugye ezt jég formájában magát a víz őrlésekor is szabadul föl nitrogén. Azt is ki tudom szabadítani itt, illetve magából a tartályból is, illetve széndioxid, ha nagyon leesne a növénytermelésnél, akkor tudom a dolgokat. Na, szépen itt is van a cuccunk, ja, bocsánat. 200 és 100. Igen, 200-asra volt állítva. Nagyon jó. Ide kellett a egyik adag, ide a másik adag, és akkor itt mindjárt tudunk gyártani. Jó, azt le fogja gyártani. Aranyból igen. A picit azt belerakjuk. Jó, a nagy az mehet a szekrénybe. Illetve a másik is. Illetve a vasat, azt viszont ebbe belopjuk. Jó. Ez is megvan. Oké. Jó. Következik, magának a farmnak kellene egy kis bővítést eszközölnöm. Sikerült megcsinálni, igen. Itt nincs megcsinálva. A ventilátort azt bekötöttem, csak először le kéne zárni. Azt mondja, hogy a műanyag és az üveg
Lehet, hogy keveset csináltam még mindig. Jó, ez itt már zárt. Elvileg ez is. Ez is mind zárt, jó. Azt mondja a sima fal. Oké. És egyel lesz kevesebb. Hihetetlen. Hihetetlen, hogy egyel kevesebb lesz. Áááá! Ilyen nincs. Ott is tudok csak kirepülni. Hopp! Fejemet lehúzom. Jó van. Nem kell engedni ki. Csinálj már egy lemezt. És akkor haladjon az a rész is. Féglap elegendő. Jó, egész szépen 70 kilopaszkál, lassan közelítek ahhoz a mennyiséghez, ami már elegendő lenne, vagy egy szobához. Igen, itt tudok ülni. Oké, bekapcsoljuk a ventilátort. Így lehet ellenőrizni, hogy mit csinál, szív magához. Lehet látni, hogy szív magához a ventilátor. Illetve azt lehet megnézni, hogy van-e valami olyan hely, ahonnan nagyon szivárog befele a cucc, akkor ott van nyitott ablak. A ventilátorok nagyon hasznosak tudnak lenni ebben a szempontból, hogy nagyon szépen meg tudják mutatni a nyomást a szobákba. Jó, 25 paszkál. Mi ez a minimális nitrogén itt kint? Lehet, hogy a kályáknak a kifújó ventilátora bocsájtott ki némi nitrogént. Nitrogén van kint légkörben. Jó, mindjárt ezt kiszívja. Addig bemegyek és szétszedem a berendezést, csak nem tudok bemenni. Ez a gáz. Ez a gáz. Nem tudok kibejárkálni, nem akartam egy gázérzékelőt még mindent lerakni. Mennyi idő kell neked kb. Ehhez? Hát szerintem, mire szétkapkodom ott a dolgokat, addigra ez ki is fogja szívni. Jó. Akkor gyors leszek. Basszus. Bírok kimenni, olyan gyorsan szív a ventilátor. Oh. Így jó. Jó. Na gyerünk, kapjuk szét itt a berendezést. Illetve...
sarokcsiszoló. Ez mi a túró akciókulcs? Oké. Abban van is valahol nálam még egy. Igen, abban kettő van. Oké, ezt elrakom akkor magamhoz, hogy azt tudjam, hogy ez ide tartozik. Hat darab. Hú, az nem lesz elég. Az nem lesz elég. Ezeket leszedem, mert ezek nem fognak kelleni. A mikrohullámút és a passzírozó gépet, ezt a kettőt ez a két gép fogja helyettesíteni, úgyhogy ezek nem is kellenek. Ez a két gép, ez nem fog kelleni, ezt lerakjuk ide dekorációnak. Jó, ez a kettő viszont, ez a régens feldolgozó, lisztet rendezi le, ez a vegyi állomással pedig gyógyszereket lehet készíteni. Most nem tudom fölvenni. Nem volt még leszedve rendesen. Oké, a két asztalt meg fölveszünk. Két asztal, sarokcsiszoló. Igen, francia kulcs. Igen. Ó! Elfelejtettem, hogy voltak benne cuccok. Jó van, nem baj. Jó. Mit kese be? Acél. Uhika. Szétszedtük, vannak itt kábelek, amik nem kellenek, illetve padlót föl kell szedni. Műanyag lemezem nincs, már lassan helyem se. Jó, cél és... Jó, ezek zöld színűek, ezeket külön is teszem, ne keveredjenek össze, illetve a vezetéket itt le kell bontani. Oké, vezeték. Jó, ezeket a régens keverékeket, ezeket én eldobálom ide a sarokba, ezek nem fognak kelleni. Akkor rúgassatok. Az a 11 darab acél, az pedig maga a dobozok voltak. Konzervdobozokat. Visszanyertem a konzervdobozokat akkor. Ha, teljesen jó. Ami kell nekem, az pedig csatorna. Csúszda. Húzda! Jó, ez itt le fog gyártani 10 darabot, az még nem lesz elég, de kezdetnek nem lesz rossz. Jó lenne tudni, hogy áll a kinti rész. Mennyire gázos. Szekrény. Jó, mindegy, a csúszdát fogom megcsinálni először. Az a biztos. És úgy akarom megcsinálni a csúszdát, hogy külön visszük ki a sorokat, nem összefogva, és azáltal különböző termékeket különböző sorokon fogunk termeszteni. Tehát ez itt nem jó, tehát így jön, és ő jön erre tovább. Így. Itt valahol majd le fogom hozni a
gyártósorhoz. És akkor ez a másik pedig egyre rövidebb lesz. Sőt, ezt itt is hagyhattam volna. Aha, jó, akkor így. Mondtam, hogy kevés lesz. Megjött a vihar. Így viszont nem lesz jó, mert itt lesznek a izék, növénytermesztők még. Jó, akkor ezt még nem tudom, hogy hogy lesz itt a két gép. Jó, úgy látom, hogy ott kellően jó a jó az időjárás odakint. Jó, szekrény, kábel. És akkor a két gépet, nem tudom hova raktam. Automated oven. Ezt a két gépet kéne lerakni ilyen hosszant irányba. Így. Az egyik. Kényelmesebb be lehessen menni közéje, így menne a másik. Így. Nagyon jó, ezt valahogy föl kell építeni. Kéne nekem valami, de azt kell rögzíteni. Igen. Igen, most már csak egy csavar húzunk kell. Hogy abba a problémába ütköztünk, hogy a süthető gyümölcsök, zöldségeket, utána a konzerv dobozgyártóba bele kell rakni és konzervet gyártani. Viszont vannak a gabonafélék, amikből lisztet kell készíteni, és a lisztből pedig megsüti a kenyeret. Most az egyik gépsor csinálná a konzerves kaját, a másik csinálná az ilyen lisztes, sültes dolgokat, és ezért kellene külön-külön kötni őket, pont úgy, hogy az egyik az konzerv dobozgyártóval összekötve lesz, a másik pedig csak sima magába marad, és abba pedig a lisztet belerakva lehet rögtön a lisztet csinálni, és asztalból akkor viszont csak egy asztalra van szükségem. Tudtam, hogy rosszul fogom lerakni. Amit itt nyugodtan félre lehet rakni ide oldalra, és ebbe meg csak ez a két gépre van szükség, ez az egyik, ez pedig a másik. Így egy kombinált fogom, nem kombinált fogom, hanem így, ez be is van dugva, nagyon jó, és kapcsoljuk őket, és akkor ezt már csak áramba kell kötni. Sok ablakot, hihetetlen. Vagyok egy kis időt a gépnek, hogy dolgozzon. Így, és akkor ennek pedig a van bekötése, ennek nincs.
Hopp, az hogy kötöttem be? Jaj, hogy ez a... nem az a bekötése. Jó van, az még csak a... kompjúteres bekötése. Elágazást rakok, mert arra majd hűtőket akarok kivinni. Azok is legyenek. Jó, addig megcsinálok itt a bekötéseket legalább. Jó, emleg, ez egy működőképes dolog, nagyon jó, és kell most már neki a csatornázást befejezni. Valami úton, módon kéne megoldani, hogy abban ne akadj, de nem akad el, mert az egyre följebb van. Hát az jó, az szuper. Addig benyom a gépet, gyártson nekem még egy adagot, mert ez kevés lesz. Köszi. Szépen tízessével gyártogat. Így, ennek szépen mehet így föl a csőre neki. Szuper. Azt mondja, az 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, még egy 10-es nyugodtan jöhet. A hangokat, amiket kibocsájt. Hogy állunk, fiúk, hogy állunk? Lenc. Pont befejezte. Köszönöm. És nem is dolgozik tovább. Nagyon jó, működik. Működik az automatika. Igen. Szuper. Így egyenest oda fog menni. Arra kell csak figyelni, hogy a magot nem szabad begyűjteni. Tehát hagyni kell, hogy a növény leérjen teljesen, és egyenest a magot beküldeni. Itt jönne esetleg jól a számítógépnek a szortírozós logikai kártyája, amivel meg lehetne adni neki, hogy a magot azt köpje ki, a növényt azt küldje be. Uff, az egy érdekes dolog lenne. Azt mind összehozni. Oké, jó, ez itt működik. Működik, reméljük most már kiszívta a dolgokat. Csinálok azért egy mentést. Az a biztos. És gyűjtjük az üveget. Megnézzük, milyen a hőmérséklet ide bent. Jó, vákum volt. Elég vákumos volt a dolog, úgy látom. Jó. Jó, nem volt probléma belőle, nem ez kell.
Igen, és egy sorok csiszolóval visszük ezeket a gondolatunkba. Na, egy kicsit kibővítettem a nem szökik el a levegő, mert megvan a izébe, csak azt kéne kikapcsolni, hogy is nyomja ki. Jó. Oké. Egy kicsit nyomott ki, de nem baj, annyi belefér. Annyi belefér. Kicsit megnyitom akkor nitrogén csapot, hogy hagyj töltse föl nitrogénnel akkor a helyiséget. És lejjebb esett. 60 paszkára, 71-ről. Oké. Okay. Jó, és akkor jönhet az a Wandering Machine Raffinet, ezt kéne. Ugye ez a Wandering Machine, ez hűtős. Ez képes le is hűteni a dolgokat. Itt raknám le. Ugye ez a gép, ez refrigerált, tehát hűtött. Olyan, mint a hűtőszekrény lenne, ezért a kijövő élelmiszerek azok rögtön hűtést is kapnak. Úgy kéne leraknom, hogy így legyen közte két kockányi hely. Oda kell az összeköttetés is, kell a bedobó is. Igen, meg egy csavar. Jó. Ilyen, ide pedig egy elágazás. Ilyen, ide pedig egy bedobó. Így. Szuper, és akkor ezeket pedig már itt egyenesbe lehet kötni oda. Ami kijön, az rögtön menjen is a gépbe, csak kell hozzá egy stacker is, ami összestackeli a cuccot, nem engedi, hogy így, és akkor ezt lehet állítani 10-re, 10-esébe stackelje nekünk a dolgokat, és csak stackelt cucc menjen befele a vending machine-ba, ne egyesével mondja be a dolgokat. Oké. Okay. Most már kábelezni kell, összekötni, és akkor itt is a kenyér és a konzervgyártás igazából automatizálva lesz. Csak arra kell figyelni, hogy csak maguk a gyümölcsök menjenek befele ide, illetve ugye a konzervdobozt dobálni befele. És szépen működik ez is, ez a része is. És az ültetők pedig már ugye az előző részben be volt mutatva, hogy hogyan kell automatizálni. No, hát pár óra szenvedés, és meg is lett a farm, hogyan is kellene ezt felépíteni. Az ültető ládák ugye szépen termelnek, fölöttük pedig a kis kaszatibik. Kaszatibi mit fog ehhez szólni? Megcsinálva, hagytam köztük lukakat, hogy könnyebben el lehessen járkálni, ugye lámpákkal, és be vannak csövezve most már szépen. Az első két sor az csak zöldséget, gyümölcsöt termel, ki minek nevezi melyiket. A végén csak dekorációk, és egy sor van, amiben konkrétan búzát és szóját kell termeszteni. A kenyérgyártáshoz ugyanis olaj kell, illetve maga a búza, a búzából rengeteg kell,
Egy kicsit most alá van építve a dolog, kicsit kevesebb a búza, mint kellene, de egyébként könnyen orvosolható a dolog. Azt mondja, hogy felele választás, így. Ott majd az lesz. No, gépesítés, hogy is működik. Kaptak egy-egy elosztót, amelyik sortert, amihez építettem egy kis sorter mikrochipet, építettem, töltöttem le. Ennek nagyon egyszerű működése van neki, a D0-ra beállítod a kis chipbe ugye a sortert, és itt vannak felsorolva, hogy miket tud leválogatni. Ugye én most beállítottam ezt a rough foodot, hogy ételeket, ennivaló dolgokat szortírozzon le, és ott úgy van, hogy ami ott be van állítva, ugye itt a bemenete, és két kimenete van. Ugye az egyes fő kimenete az, amire be van állítva, tehát itt a kaja fog kijönni, a másikon, ami nem kaja fog menni, az pedig a mag. Így a mag külön fog jönni ide ebbe a másik stackerbe, ami szépen tízessével össze is stackeli őket egy rakásra az összes cuccot. A másik, ugye ez a két sor az van ugye összekötve oda. A másik sor az ugye itt jön le, és hát itt én rá akartam kötni erre a gépre, erre a sütőgépre, de kiderült, hogy ez lisztet nem tud csinálni. Tehát ennek már eleve liszt és olaj kell, azt pedig csak ebbe a mikrohullámú sütőben elkészíteni. Úgyhogy itt mindenféleképp kellett egy kijáratot csináljak, itt dobálja ki a búzát. Sajnos az oliva cucc, ugye az nem ehető, ezért ugye nem az ehető soron fogja hozni, hanem a mag soron fogja hozni. Ezt nem tudtam jobban megoldani, úgyhogy azt ide dobálja ki. Mindjárt meg is mutatom. Betakarítás búza, betakarítás szója. Szépen a csúszdákon már suhannak is itt a dolgok, és ide dobálja ki a búzát. Ja nem, bocsánat, a szóját az ide dobálja ki. Jó, az éve kevertem össze, elnézést. Van itt egy olyan, hogy páfrány. A páfrányt azt ilyen festékek meg ilyenek gyártására van, az nem kell. Tehát a lényeg az, hogy itt dobálja ki akkor az összeset, és itt kell berakni. Pokoli gyorsan dolgozik ez a gép egyébként. Ennyi. Már meg is van, és akkor szépen a sütőnek a bedobójába be lehet dobni, és akkor lehet kenyeret sütni, csak 200 liszt kell hozzá, és 5 milli olaj. Még egy kicsit szednem kell lefele, egy kicsit szűk lett a hely, kicsit csak elszaptam itt a dolgokat, de... Nagyon jó, ültetheted is vissza. Ezeket is. Így, és akkor mehet a további betakarítás. Itt már ömlik kifele az anyag. Jó, hát ezt tudom, hogy ez még mindig csak fél megoldás, vannak automata ültető programok, azokat is meg lehet próbálni, nekem nem sikerült Na, lesz kenyerem. Pont nem. 190! Oké. Okay. Jó, akkor megmutatom a másik gépet. Ugye annak pedig az a lényege, hogy amit ott leszed zöldséget, gyümölcsöt,
Betakarítás, betakarítás. Ugye minden tököt, rizst, krumplit. Krumpli nagyon jó. Lehet abból is konzervet készíteni, és borzasztó gyorsan készül. Tehát gyorsan nő a növény. Nagyon, nagyon frankon nő a növény. Ide beérkeznek a cuccok, itt lehet látni, hogy pont a burgonya volt belőve, de be lehet lőni például a paradicsomot is. Kezdje el gyártani ezerrel, és küldi át a konzerv készítőgépnek, és itt pedig konzerv dobozt üreset be lehet neki adni, és akkor szépen itt mindjárt meg is van a paradicsom. Tik-tik-tik. Így né. És már mehet is a konzerv készítés, az pedig egyenest küldi ide a gépbe. Van itt egy sorter, ami tízessével pakolja össze a cuccokat, de igazából maguk a konzervek azok egyesével vannak. Tehát az a lényeg, hogy a sorter az a egy kockából összegyűjthető cuccot csinál. Ha egy kockában csak egy darab van, azt rögtön kiköpi, azzal nem tud mit foglalkozni, nem tudja össze stackelni őket, úgyhogy ezeket rögtön kidobja. És íme a konzervünk is érkezett, lehet látni már, hogy vannak tükök. Hát ezeket a biomasszás, meg romlott húsos komposzt cuccokat, ezeket én nem foglalkoztam vele, elég szép mennyiségű ételt össze lehet rakni. Jó, hát tehát egy program van ennek a válogatónak, illetve ugye itt muszáj a mikrohullámú sütőt megtartani, hát valóban ide be kellett volna építsem a mikrohullámú sütőt, hogy itt, hogy kidobja, akkor szép a sütőbe belerakni. Hogy aztán össze lehet-e úgy hozni a kidobót és a mikrohullámú sütőt, hogy pont beledobja oda abban a nyílásába, nem tudom. Ezt lehet trükközgetni, okoskodni ilyen dolgokon. Én nem építettem bele. De lényeg az, hogy maga a farm is gépesítve van, valamelyest fél automata ez is. Sos, ez is csak egy fél automata megoldás. Ezt még lehet tovább finomítani, csinosítgatni és alakítani. Hát a vízzel már foglalkoztunk, hogy hogyan kell igazából automatizálni. Annyit változik a dolog most, hogy a kazánból is lehet vizet kinyerni, ami eleve meleg, és akkor kicsit leegyszerűsíti a helyzetet. Még egy dolgot itt a végére megmutatok, magát a kereskedést, ugye ezzel is foglalkoztunk itt az előző részekben, de ha már automatizálás, akkor vegyük össze a dolgokat egybe. Ugye elektromos hálózattal leválasztott rendszer, és egy számítógépre van szükség, egy parabola antennára és egy leszálló padra. Igazából ez az alap, amivel működik maga az, hogy kereskedőt lehessen ide lehívni. A százalékokat kell a két tekerővel addig tekergetni, forgatni a parabolát, míg nem működik. Viszont természetesen ennek a résznek is van módja, amit le lehet tölteni. Satellite Tracker V2, ez a verzió 2, ez a neve. Angle Weather Step, nem, radar, button, tehát ennyit kell rákötni, hogy a radart a nullára két gombot kell rátenni, egy reset előtt és egy reset gombot. Én beállítottam, hogy tradert keressen. És... Rásom. Igen, most ezzel elkezdi keresni ebbe a fogban, elkezdi körbe nézni, hogy mit talál, milyen kereskedőket. És szépen lehet látni a százalékokat, hogy folyamatosan pörögnek, és amikor fölér 90 fölé, akkor ugye világít a jel, és le lehet hívni a kereskedőt. Ezt az automatika megkeresi neked ezzel a programmal. Egy egyszerű beállítás, parabola antenna, reset gomb. A reset gomb ugye visszaállítja magát a gépet, ugye az alap szögre, a 75-re, és onnan kezdi újra. Én átítottam 3-ra a lépések nagyságát, így is elég ügyesen
megtalálja a kereskedőket egyébként. Hát, manuálisan is lehet keresni, itt igazából az a lényeg, hogy ő automatán megkeresi, ha neked nem tetszik, nyomsz egy reszom gombot, és például megállt. Most át is állt, és lehet látni 60-ról átállt 55-re, és megkezdi az 55-ös szögbe is szétnézni a kereskedők között. Néha megáll, nem tudom minek. Talált két kereskedőt, és szépen pörgeti magát végig. De az a baj, hogy ezt is a döntési szöget is öttel állítja, nem pedig egyesével. Ezt igazából nem láttam, hogy hol. Hát lehet, hogy itt van ez az állítás. Egy resetet. Beáll a lappa. Ja, most a 75-ön elkezdi újra. És szépen így megkeresgeti a kereskedőt, amit kellene. Jó, hát szerintem automatizálásban eléggé körbenéztük. Általában vagy valamilyen kompjúterre vezérelt IC chippel lehet legegyszerűbben megcsinálni, és egy letöltött móddal. Talán ez a legegyszerűbb automatizálási mód. Jó, hát köszönöm szépen a figyelmet, Csizilak voltam. Hát remélem tetszett ez a videó, ez egy kicsit bővebben összeállítva mutat meg mindenféle automatizálási módot és rendszert. Ne felejtsétek el feliratkozni, köszönöm szépen a figyelmet, Csizilak voltam, jó játékot mindenkinek, sziasztok!